A következő kis filmen, ugye ez egy, igazából ez egy, hát a régi 750-es GSX-ernek a karburátorja, de a Banditra is rakták a legelső sorozatra. És azon kívül, hogy ugye itt van benne sok mocsok, igazából maga a karburátor, tehát nem is olyan, tehát sokkal rosszabbra számoltam, hogy 6-7 év után. Ez most lehet, hogy nem tudom, hogy honnan jött ez. Lehet, hogy Angliából, ugye azért ott jobban odafigyelnek a BP-a izére, a benzinre, vagy pedig a Németországból. Jó? Úgyhogy még lesz rajta egy olajcsere, kidobálom belőle a gyertyákat. Mi van? Rendszám alapján van angolnak. Igen, igen, rendszám alapján azoknak van ekkora nagy rendszámuk az angoloknak. Sőt, ez inkább angol motor. Tehát ez Angliából lett valahonnan hozva, ott van rajta, ott virít rajta a nagy angol zászló. Ezt igazából a fricceknél ezt nem nagyon szeretik. Ezt az az első, hogy ledobja ezt róla. Úgyhogy, hát majd meglátjuk, hogy mi van. Ebbe a karburátorban valójában mindenem van. Ugye mi a fontos, kiveszed ezt a tűt, ezt ki kell cserélni. Ugye itt alul, ugye ennél a szivatónál ki kell cserélni az ógyűrűt itt, akkor ki kell cserélni az ógyűrűt bent, ugye ennél a csavarnál, és van még egy helyen, ezt le kell innen szedni, és alul, annak a szarnak az aljába itt, ott is van egy ógyűrű. De ez biztosan nyomja a rúgó, vagy mi a pecsön van, ez ilyen szar. Hú, bazen be van állva, figyeld. Hogy van vele mit csinálni, úgyhogy arra már szimeringet teszi fel a fiam. Ja, és közben nehogy az legyen, hogy a rákok bementek a vetésbe, de szerintem ezt a gazdája látta. Ez sóderágyásba csapatott vele, érted? A tétén, a srác fiú, érted? A sóderágyásba nyomatta vele. Úgyhogy ettől függetlenül mondom, ez az 1200 eurót, ezt bőven megérte, bazd. Most kiszámolod 400 ezer forint. Igazából, hogyha ez karban van tartva, attól függetlenül, hogy most izé a karban szar szerelni, meg stb. Stb. Ha nem lesz jó a motorja, és valószínű, hogy jó a motorja, mert szerintem ebben 31.252 km van. Hát csak azért is gondolom, mert ezek a motorok, amire kijöttek, addigra már olyan szinten elavult lett, mint a picsa, és már jött ki belőle az újja, minél újabb, és igazából egyszerűen nem is tudtak belepörögni a kilométerek. Arról meg nem beszélve, érted, hogy mivel hogy 64 millió motorból rakták össze, és az angol tudósok rátették a vizet, ezáltal aznak ez nem is tudta olyan hülye sokat elmenni. De valójában, hogyha végig csinálja a srác, és kijön az összes hibája, és stb., és azt figyeld, nem fogod elhinni, testvérem. Azt figyeld. Tehát azért ezek azért hihetetlen dolgok. És hallod, két fokozatú, tehát nem játszottak, érted? Tehát ezek az angol tudósok nagyon tudnak. Fú, bazd meg. Műszerfal az olyan jaguáros nagyon, az a lényeg, hogy lássák, hogy az 5 órai tejára haza kell érni, bazd. Van rajta olyan? Nem. Van rajta, nézd meg, testvérem, nem fogod elhinni, bazd. Ez a legfontosabb információ, bazd meg. Hogy hazaérjen, bazd meg, érted? És mióta van már rajta 9:30? Az azért van így beállítva, érted, hogy tudja, hogy még nincs késésbe, érted? Tehát ha délre hazaér, akkor érted, időbe kell, hogy elinduljon, hogy... Ez viszont tiszta Suzuki. Az nem Suzuki, az egy az egybe Suzuki. Úgyhogy... Ezek is? Nagyon. Én azt gondolom, hogy én... Minden, különben maga a motor... Az valami bűnronda. Ugye nem sértődik meg a gazdája. Na, sziasztok!